Képzeljétek el, srácok, hogy érkezik Stumble Guys-ba egy új, nagyon király játékmód, amit már nem olyan rég pár napja láthattunk, illetve kettő új legendary skin, illetve kettő új királyság ezen kívül, úgyhogy a mai videóban ezeket fogom megnézni, illetve az új játékmódot Hunterrel ki fogjuk próbálni, úgyhogy remélhetőleg nagyon király lesz. Hát, mint észrevettétek, nem otthon vagyok. Így van, nagyon nem otthon vagyok, hanem itt vagyok Pécsen, egy hotelben, és most van Pécsen a videós találkozó, ahol lehet velem is találkozni. Igazából ilyen sufni tuning megoldással van megoldva minden. Itt a szobában. Ott van szépen Pécs városa, én meg itt hülyeskedek és videózok nektek. Mert itt a Stumble Guys update! Úgyhogy nézzük meg Mizu, aztán játszunk Hunterra. És hát itt is vagyunk a beta fiókomon, a telefonomon, ahol láthatunk egy limitált idejű kereket, ahol az új skineket láthatjuk. A Super Bone skint, ami 25% esélye van ezen a kereken, és az Onitsu skint, ami 25%-kal szintén, illetve van egy ilyen Ninja Run nevű emotunk és egy shurikenes lépés, de ez ilyen kicsit ilyen ninjás stílusú update lesz. Ezt a két skint tudjuk megszerezni. Túl sok minden egyébként nincsen ezen kívül, tehát itt van még ez a Stumbleplex játékmód, ez az új kocsis mód, amit Hunterrel ki fogunk próbálni, illetve van ez a Slippery Guys nevezetű event, ami tulajdonképpen egy ilyen csúszós játékmód, ezt is majd később át fogom nézni. De akkor nézzük meg a kettő darab új skint. Nem túl sok mindenem van ezen a fiókon, is hát most töltöttem le a bétát konkrétan. Még a nevet sem tudom megváltoztatni konkrétan, annyira kevés gemem van. Na de akkor nézzük meg az új keréket, gyereket, próbáljuk meg kipörgetni ezeket a dolgokat. Először csak egyet pörgetünk meg. Elég jól néz ki egyébként, elég jól néz ki a két. Kinézzük, hogy mit fogunk így elsőre kapni, és egyből be is adja a menőbb skint egyébként. Nekem ez tetszik, Onitsu. Így néz ki ez a legendary skin. Amúgy figyeltek, szerintem nagyon menő. Ez egy ninja igazából, az eleje mosolyog, a hátulja pedig hát ilyen gonosz, és ilyen ninja skin. Ez egy legendary skin lesz a játékban. Nekem őszintén nagyon tetszik, úgyhogy pörgessük is ki a többit. És nyilván ez a kerék ez nem ingyenes lesz. Nem tudom, hogy mennyiben, hogyan, miképp fognak kerülni a dolgok. Kaptunk egy lépést, igazából egy ilyen shurikenes lépést is megszereztük, illetve az animáció is megvan, szóval most már csak a másik legendary skinünk van. Nézzük, hogy be tudjuk-e pörgetni, és akkor 4-ből 4-et kipörgetünk, de ahogy látom, nem sajnos. Aha, itt a bőrszínünket tudjuk változtatni. Én átrakom pirosra, ez nagyon jól néz ki. Hát az egyik az egy animáció, de viccesen fut ilyen ninjásan, illetve ugye ilyen shurikeneket dobunk el magunk mögött, nagyon menő. Csak hát akkor pörgessük ezt a másik skint is, és arra is szükségünk van természetesen. Nézzük csak, hogy ki tudjuk-e pörgetni a másik még meg nem jelent skin, de úgy látszik, hogy eddig még nem jártunk túlzottan sikerrel, mert duplikéteket nyitunk. Úgyhogy mindjárt meglátjuk, sikerül-e, és ott is van a másik meg nem jelent Super Bones skin igazából, úgyhogy ez a két skin van ebben az update-ban, ami nem tudom, hogy pontosan mikor fog érkezni, de elvileg valamikor jövő héten egyébként, szóval nem kell sokat várnatok erre, az biztos. Szuper, és háromszor kipörgettük, eddig egyszer se, és háromszor kipörgettük. A másik skin az pedig igazából így néz ki, ez ilyen kis csontváz, de nem tudom, hogy a szín az mind változtat, ahogy látom, semmin. Szóval nekem, én elsőre azt mondom, hogy nézzük meg ezzel az Onitsu skinnel, hogy mit tudunk. Viszont mielőtt beleugrom, megtudtam pár fontos információt, hogy először ez a Stumbleplex, ez az új kocsis játékmód, illetve a Slippery Guys is egy event lesz, viszont mi Hunterrel ki tudjuk próbálni privátban, szóval lesz ezekre mind a kettőre egy event. A kocsis event a Stumbleplex május 23-ától 28-ig fog tartani, míg ez a csúszós event 27-től 29-ig. Szóval 23-án legeslegkésőbb be fog jönni ez az update. Na de akkor most már tényleg próbáljuk ezt az új játékmódot Hunterrel. És hát közben itt is vagyok Hunterrel, úgyhogy megnézzük az új pályát. Ciao srácok, itt vagyunk Somaccal, és együtt fogjuk megnézni az új autós pályát. Így van. Én is nagyon kíváncsi vagyok. Kaptunk róla egy ilyen videót már, és én arról beszéltem, és nem tudom. Én is egy picikét megnéztem. Jó, nem annyira, mint te. Azért láttam, te egy egész hosszú videót csináltál belőle. Ketten vagyunk. Azt beszéltük az elején, hogy megnézzük először a pályát, hogy mi a helyzet, aztán majd játszunk normálisan is igazából. Még fel tudjuk fedezni, hogy hogyan is néz ki. Nem tudom, hogy kocsiba kezdünk, vagy mi lesz. Ötletem sincs egyébként. Valószínű. Hát amennyit kaptunk ott azon a videón, ott végig kocsiba. Jó, persze, hát meg körverseny, tényleg, hát akkor végig. Mekkora ez? Úristen, de jól néz ki! De várj, van... a boost! Van boost is! Volt, hogy ilyen boost, aha! Boost tudok ugrani, aha! És boost, azt meg... ugrani, meg egyből lehet ilyen boost, ilyen kéz, ezt a kéz... És ahogy tudom, összeszed? A magától töltődik végig. Aha! Meg és vannak miköz... ilyen kisebb boostok, ami ugye olyan, mint a hátulat. Igen. És neked miért nagyobb a kocsid amúgy? Nem tudom, szerintem ez random, úgy, mint a izénél. Én belementem a vízbe, most én vissza is dobott. Várj, itt tudod fordulni? Nem lehet tolatni, vágod? Nem, visszafordultam! Ez az, hogy neki mész valami akadálynak,
Aha. Akkor onnan nem tudsz visszatolatni, hanem majd egyszer csak visszább dob. Igen, igen, meg visszafordultam. Visszafordultam és visszadobott. Á, most ki tudtam ugrani. Hogyha kirepülsz a pályáról, akkor is visszadob. Azért nagyokat lehet ugratni egyébként. Nagyokat lehet, igen. Jaj, ne maradtam. Még nem tudom, mennyire számít, hogy éppen milyen kocsit kapsz, mert ez a kocsi nagyon izélnek, hogy ilyen masszívnak. Hát az enyémhez képest az biztos amúgy. Úgy szerint, aha, ezt el egy láttuk. Merre vagy amúgy? Én mögötted vagyok, mögötted nem sokkal, itt vagyok, itt vagyok. Aha. Itt a imbálózók, ez volt itt a videón is, hogy itt így jött. Meg azt át lehet ugorni, ezt a falat. Szállt lehet ugrani? Aha. És lehet ugrás közben itt rózni. És mennyire tudunk amúgy egymásnak ütközni, vagy egymásnak? Várjál, jövök. Nem jó, nem sikerült. És itt van a kör vége, és ugye két körös. Igen, 2x2. És itt ugye kettőnk közül csak az egyikünk, amiket csak egy körös, ugye? Hát most csak egyikünk nyer, mert ugye most ez csak ilyen, de most csak megnézzük a pályát, és majd utána játszhatunk egy versenyt. Ah, várj, én megpróbálok neked menni, amennyire lehet. Az ugratónál felgyorsul. Nem tudom amúgy forgatni a nézetet, de ez a hardfacenél is így van, ez amúgy kicsit zavaró, hogy nem tudom, hogy miért nem tudsz így szétnézni. Viszont ha én neki mész a falnak, akkor itt vagy kikerül. Várj, és fel tudlak löpni? Nem sikerült. Próbálják belém nitrózni. Hát... Mi történt? Én megálltam teljesen. Elét bementem és te álltál meg. Várj, most meg kell legyek hátulra. Hát nem tudom, szerintem elég furcsák ezek a... Igen, hát így direkt bekilökni egymást szerintem annyira nem lehet. Igen, csak így lögdösni egy picit igazából. Építeni, csak így picit, mint, hát annyira szerintem, mint a hátrészes pályán, ahogy van. Igen, mondjuk ott én nem nagyon szoktam lögdösödni őszintén. Hát ott direkt... Nézd, át tudod ugrani. Hogyha ott neki mész valakinek, akkor neki mész, de nem direkt kilökni, nem tudod így direkt kilökni a többieket. És megnyerted. Mi történik? Eliminated, round over. Jó, amúgy ez nekem úgy tetszik. Menő. Várjál amúgy. Az irányítás picit nehéz. Biztos vagy benne, hogy kontrolleren könnyebb lesz, mert ugye én már kontrolleren nyomom mostanában. Igen, pont a múltkor a live-otban vettem észre. Amúgy hogy tetszenek az új skinek? Hát kicsit kevés. Kevés, igen, hát a kevés, de biztos kevés egyébként. Amúgy nem rosszak, egy kicsit ilyen Halloween tematikát érzek amúgy így március közepén. Igen, kicsit ilyen randomnak tűnik. Jó, míg Brawl Stars-ban is volt karácsonyi kalózos update, szóval... Ja, persze, vannak ilyen fura dolgok, de egyébként amúgy annyira nem rossz szak, csak kevés, tehát ez egy kisebb update igazából. Ez egy kisebb update, mert itt igazából ugye pörgetni akartunk, tehát mi pörgetni akartunk, egy olyan videót akartunk csinálni, hogy egymás ellen pörgetünk, mint ugye nem tudom, hogy hónap vagy mikor. Nem jöttek a jó skinek, tehát... Hát igen. Gyakorlom megint három speciális, meg ilyenek, akkor persze, akkor jó. Aha, 32. Na, ez izgalmas lesz. Boost egyből. Úristen, de sokan vagyunk. Most másik kocsim van nekem is. Most egy ilyen kis szar kocsiban vagyok, mint az előbb te. Az enyém meg, ez nagyobb, aha. Nagy, az jobb volt. Nem tudom, hogy ez jobb vagy rosszabb amúgy. Első vagyok. Vagy várj, első vagyok? Vagy legelől. Aha. Nem bírom átugrani ezt a szart. De várjunk, nem is írja ki, hanyadékok vagyunk amúgy. Nem, az csak az egy kör. Igen, igen. Igen, igen, igen. Nem, ezt ki kell kerülni, mert ezt átugrani. Fura, mert más a kocsim. Ez nem könnyű egyáltalán. Az irányítási telón nagyon fura, mert én már amúgy rég játszottam alapból is telón. Ja, aha. Játszott. Hát igen, egy kicsit furcsa egyébként, mondjuk kétkörös annyi. Nagyon érzék az autó, vagy nem tudom. Nagyon. Meg amúgy tényleg rossz, hogy nem lehet nézelődni, mert nem tudod megnézni, hogy vannak-e mögötted. Igen. És itt egy ilyen körversenynél azért szokott számítani. Meg amúgy így, hogy kétkörös az összes kör, és most még a 16 közé jutás van, csak jó hosszú lesz ez. Igen. Te hanyadik, vagy hol vagy körülbelül? Fogalmam sincs, hanyadik vagy. Jog, de itt megyek, ahol ezek a imbálózók. Amúgy az ugrató és automatikusan ad boostot egyébként. Igen, de az tehát... igen, az is hátvészesnél is úgy van. Na látod, én neked nem figyelj. Beleestem a vízbe, nem azokra a kis izékre, és leestem. Igen, a vízbe beleesse, akkor visszahajint a... Aha, de lehet dupla boostot nyomni, tehát nyomtam egy nitrót, és nyomtam az ugratót, és utána még gyorsabban ment. Igen. Aha, ilyen először pirosat adott ki, aztán kék. Vagy az alapból kék a nitró? Nem tudom, hogy... Az ugratásnál ilyen piros nitró, és az, amit benyomsz, az meg a kék. Akkor nem lehet gyorsabb. Nem, a gyorsító az is piros. Nem lehet ezen a vízen nehéz előz... Amúgy a víznél kb. Az ugraton kell menni, mert az a legegyszerűbb. Csak ott előtte át kell ugrani a falat. Ne. Nyilván itt is, hogy meg lesznek az ilyen shortcutok, meg minden. Biztosan úgy van ez amúgy. A híd, amúgy ez a híd, ez viszont itt nagyon megéri. Na, én beértem elsőként. Aha, itt megkereslek téged. Aha, lát, úristen, te még nagyon a vég... Nagyon hátul vagyok, mert hallod... Nézd, ilyen, szembe jön minden szar. Nem tudom, hogy ki kikerül. Én tudok nézelődni közben így, hogy téged nézlek. Ez sok, ez nagyon már tudsz, igen. De ez nagyon... Nagyon fura ez az irány. Szerintem nem gyorsabban, amúgy, vagy lassabb az egyik kocsi a másiknál egyébként, vagy.
Fogalmam sincs. Az mondjuk elég csalás lenne. Valószínűleg jelentősen nem, nincs nagy különbség. Ja, nincs estem a bármát. Nem is tudtam be! Nagyon nehéz ez a pálya. Nem már! Nem jutottam tovább. Nem már! Na hát akkor megbeszéltük Hunter-re, megyünk egy 1v1-et. Most már egy normálisan. Egy-egy. Azért jó hosszú ez a pálya, szóval ha valaki eléggé vezet, akkor sincs még minden eldőlve, mert azért itt fel lehet hozni, hogyha igen, azért lehet hibázni még persze. Olyan dolgok. Micsoda? Ez mi? Hunter, mit csináltam? Hát ha beállítom az autós pályát, beesküszöm, itt van a... Várjál, nekem most jött meg az invite-od. Várjál, do you want to... Hallod, ki tudok lépni a te invite-odra, miközben egy lobbyba vagyunk? Joining party. Na most én megnyertem. Most már nem lehet. Kiléptem az invite-odra, miközben egy meccsben voltunk. Kettes csapú. Nem is értem, akkor miért jön ebben ez az animáció. Igen, tudjuk, hogy mi lesz. Érteni. Jó, oké. Kiválasztasz okay. Egy pályát, akkor meg amikor olyan event van, hogy három pálya tud lenni, akkor minek pörgeti az össze? Hát szerintem nem csináltak új animációt. Ú, de pici a kocsim a tiédhez képest! Na most megint én kaptam a jó félét. A tiéd az mi az? Nem is látom. Nem tudom, valami összehez... Ne! Azt hát nagyon ez... összetákoltak. Úristen! Én visszafele lököd. Te hol vagy? Én most ezért előre jó vagyok még. Úristen, nagyon. A falnak. Jó, az, ott nagyon... Az, amúgy ez a nagyobb kocsi, ez esküszöm, ez jobb. Jobban átugorja ezt a falat. Másikkal nagyon szenvedtem, de mi? Hogy vissza, de... Ne, én is itt szenvedek! Az előbb meg milyen jól ment, oké, okay, jó, meg vagyok. Nagyon, most nagyon hogy megálltam egy helybe, megállt egy helybe a kocsim. Fú, azért vannak bajok. Szerintem az ugratókat amúgy mindenhol, ahol van, ez érdemes ide feljönni például, most én vagyok, mert itt ug... Hallod? Ilyet... Igen. Visszateleportáltam azon nyomban, hogy hozzáértem egy tüskéhez. Nem bírtam felugratni. Jó, azért nem annyira egyszerű, mint tűnik egyébként. Egyáltalán nem egyszerű, nagyon, nagyon bonyolult. Mikor, amúgy a hátvészes is nekem nagyon rosszul ment az elején, aztán belejöttem. Igen, de ott valahogy könnyebb a pályán tartani, mert ott van a pályának széle, itt meg simán le tudsz repülni mindenfelé. Amúgy igaz, ez igaz. Meg ott azért nincsen csomó ugrató, meg ilyenek, ott a nagy része olyan a pályának, hogy csak így mész valamerre. Ez is igaz. Amúgy nagyon jól néz ki egyébként a pálya, tehát hogy őszinte leszek. Nagyon jól néz ki, nagyon jól meg van csinálva, csak hát még ezen azért kell majd gyakorolni. Hát az biztos. Az biztos. Merre jársz? Én most kezdem meg a második kört. Amúgy néhol így nagyon megborul a kocsi egyébként. Kimegyek a pályáról, és így visszakerülök a közepére. Így néha nagyon megborul a kocsi, és így nagyon kicsin múlik az, hogy aha, tud egyszerre piros és kék tűz is lenni. A turbónál. Aha. Hát ugye az ugratásnál nyomod el a izét, gondolom. Igen. De ez az a jó, hogy ezzel a kocsival, hogyha neki megyek a falnak, akkor is így átmegy rajta, konkrétan ugratás nélkül is. Vagy a tüskéknél, vagy itt, ez itt lehet másfele menni, most nézem. Biztos, hogy van egy csomó útvonal, amit most nem veszünk észre, és majd utólag majd így profik megmutatják. Jó, én beértem. Azt nagyon jó. Már beértél, mármint, hogy már... Hogy igen. Érted, hogy beértél? Beértem. Úgyhogy beértem. Hogy voltál ilyen elől? Nem tudom, nem mi az tudom. Ez az új animáció? Ez az új animáció, aha. Nagyon jó amúgy. Ezt tetszik. Menjünk egy visszavágót, vagy nézzük az új játékmódot? Nézzük az új játékmódot. Jó. Mármint ez az új játékmód, a másik új játékmódot. Új eventet. Másik új eventet. Az. Ugye van még itt az a Slippery Guys, ahol ugye nagyon csúszós az egész pálya, meg ilyen nagyon fura. Igen, elvileg ez más, mint... Tehát ott van az ilyen elcsúszós jel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az alappályát elvileg már ismerjük. Alappályát azt elvileg már ismerjük, igen, meg amúgy én ezt viszonylag szeretem is ezt a pályát. Nekem nagyon kevésszer dobja be egyébként őszintén, a múltkor játszottam vagy 2,5 órát. Igen, de mi csináltunk egy ilyen tier listet, és valahogy az jött ki, hogy ez a legjobb pályák között van. Hát az emberek nagyon szeretik? Igen. Nézd már meg, milyen sok idő botokat találni. Amúgy igen, innen lehet tudni, hogyha botokat dob be, hogy nem tölti be 32-ig, de közben 32 lesz amúgy. Jó, nem megy el 32-ig? Aha. Nem megy el, ez ebből lehet úgymond. Tényleg rájön, 27 hogy... per 32, de 32-tel lesznek? Aha. De akkor miért nem tölt be hamarabb amúgy? Nem tudom. Aha. Na hát eddig itt a pálya az ugyanúgy néz ki. Igen. Akkor lesz valószínűleg más, mert így rohadtul... Úristen! Jézusom! Bele is estem nyilván a izébe. Én is. A genyóba. Aha. De várjál, én itt... gyors! Hallod, én fekve végigmegyek a pályán. Rohadt gyors, igen, amúgy nem tudom te hol vagy, de én már... Itt vagy mögötted. Ne esd le! Gyerünk itt! Átugrottam! Ne! Én is bele. Jó, te is beleestél, jó, de nem hiszem, hogy a botok úgyis gyorsabban át. Ez egy körös, egy körös. Jó, de ne! Te átmentél, mi? Ne! A cél előtt! Cél előtt elcseszted, az a baj, én nagyon... Nem vagyok! Gyerünk! Áááá!
Várj, miért csak egy ember nyer? Mert egy körös? Ez egy körös event, aha. Jó, azért ezt tegyük hozzá, hogy te nem Telon szoktál játszani. Ja, na, hát én egyáltalán nem. Nézzünk ebből még egyet? Nézzük még egyet. Ez amúgy nagyon cseles volt. Az a fura, hogy nem nagyon látszik a pályán, hogy csúszik. Igen, meg nem szabad elkapkodni azért, mert azt gondolod, hogy mindenki ilyen gyorsan halad, mert csak. Jó, a profik azok biztos, hogy át fognak suhanni a pályán. Valószínű, persze, igen. Megint ez egy körös lesz, azt mondtad? Lamos, igen, mert ez alapból olyan event lesz a játék, hogy egy körös. Egy körös lesz alapból. Ez biztos? Igen, hát látod. De hát a kocsis is egy körös volt, szerintem. Szerintem lehet, hogy háromszor ez lesz, én azt gondolom. Bár a kocsis az háromszor, az nagyon lassú lenne. Szerintem a kocsis se véletlen alapból két körös, mert szerintem ez egy. Lesz, és akkor egy ember fog nyerni és mindenkivel, az mondjuk durva? Egy ember fog nyerni, az eventekben amúgy már többször volt ilyen, hogy egykörös. Aha, mondjuk én nem annyira játszom régóta aktívabban a játékkal. Na jó, fi, az elején nem szabad elrontani. Most koncentrálni kell, mert... Na, és belelögtek egyből. Jó, én még jó vagyok, gyerünk, de... Áh! De szar. Alapban ezeknek a szaroknak itt a közepére kell ugrani, amit amúgy sose ugrasz a rendes játékban egyből a közepére, de itt meg egyből el tudsz ugrani a közepéig. Igen. Jó. Az a baj, nincs speciali módom se. Itt ugye a bétában. Semmi nincs itt, ja. De ne! Ne. Jó. Még jó. Mi? Halad mögét spónoltam! Jó. Jó, de ne! Nagyon-nagyon nehéz így irányítani. És... Nem mondod, hogy már megint megnyertem. De megint megnyertem. Hát te nem tényleg. Figyelj, Hunter, szerintem nyugtasson az, hogy bármikor egymással játszani normálisan, biztos, hogy nem én nyernék. Én ebben biztos vagyok. Szóval... Majd egyszer egy olyat is kell csinálni. Majd csináltuk olyat is, de figyelj, legalább most van egy kis sikerélményem, és szerintem soha többet nem lesz. Hát jó volt, figyelj, amúgy szerintem egész szórakoztató ez a két event egyébként, tehát szerintem hogy... Szerintem kifejezetten jók, igen. Ahhoz képest, hogy milyen eventek szoktak lenni, azért nagyon sokszor olyan, hogy már bent levő pályák kombinációja. Ez mind a kettő újdonság, az egyik az, hogy teljesen új pálya. Ami igen, ami a normális játékba is be fog kerülni. És a normális játékba is be fog kerülni. Igen, igen, az event után, ha jól olvastam egyébként. Bejött egy reklám, mi a fene? A bétában? Bétában, igen, mert ott még nem vettél offert, mert ugye nyilván miért bennél. Na jó, hát Hunter, figyelj, köszönöm szépen a játékot, szerintem ez nagyon király volt. Én is köszönöm, király volt. Ja, még majd, hogyha jön ilyen update, akkor, vagy ilyen beta, akkor... Hát reméljük legközelebb több skin jön, és akkor könnyen ki tudjuk próbálni. Igen, reméljük legközelebb ugye jön több speciális, mint hogy szokott lenni ezekbe a bétákba, és akkor tudunk ugye azokból is pörgető versenyt is akár csinálni, vagy hasonlókat. Így van, az nagyon jó volt. Kösz szépen, Hunter, a videót, nagyon király volt. Ja. Én köszönöm ismételten a lehetőséget. Én is köszönöm. Szerintem is. Ja, úgyhogy ciao ciao. Ciao ciao. És egy csatornák ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett, hogy még innen Pécsről is elhoztam nektek a legkirályabb Stumble Guys-os tartalmakat. Hunter videóját is csakjátok le, ott lesz a leírásban. Köszönöm neki szépen a részvételt. És hát akkor, ha tetszett, hogy nyomtad egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Ciao ciao.